Na, sziasztok ismét! Az a helyzet, hogy egy kicsit pakoláztam itt, mielőtt elkezdtem felvenni a videót. Hát már így a helységnek körülbelül a háromnegyedét kihasználom, még simán el fog férni ide egy víztisztító, meg még ide fel tudja mi. Akár két víztisztító is, bár elég lesz nekem szerintem egy. Nem fog túl sok vizet inni, mert a dinnyit viszem magammal a klükiben, mint mobilbázis. Kicsit elpakoláztam itt mindent, megjelöltem mit hova teszek, és most az jön, hogy elkészítek egy bénító puskát, és elmegyek a crash zónába, Reaper földjére ládákat és kükloksz darabokat kukázni. Ehhez kell nekem egy... mi kell még nekem? Magnetit kell. Igen, két magnetit, meg egy titán. Na így már azért jobban megtalálok mindent, és nem kell végignézni egyszer 4-5 ládát, hogy mi hol van. Ezt beteszem mondjuk a... legjobb lesz talán a bénító puskát, ha a lámpa helyre teszem, azt könnyen el tudom érni azt a gombot. A csikóhalat leteszem a széle felé a területnek majd. Burkolat állapotra, azt azért... Azt már megkaptam. Na mindegy. Most mi van? Most este van? Ne legyen már este. Este van. Este nem megyek Reaper földjére, mert az nagyon nagy szívás. Akkor meg kell várni a reggelt. Na mit tegyünk először, ha meg kell várni a reggelt? Elindulok. Szerintem lassan jó lesz a dolog. Csikóhalat leteszem a terület széle felé. Én pedig onnan majd folytatom a kalandot. Ez simán a Seaglide-dal. Most jön egy vörös hüves zóna. Is van egy-két, ez meg az, amivel már találkoztam. Ugye itt fulladtam meg egyszer. És ha minden igaz, akkor felkukkantok, hogy lássam mi van. Mindig az aurórához képest tájolom be magam, mert anélkül egy kicsit úgy vakon vagyok, már egész jó mögötte vagyok. Akkor mindjárt ott leszek. Igen, ez a domb. Ez már az. Azt hiszem ennek a túloldalán kezdődik a kalandosabb rész. Úgyhogy ezt itt leparkolom. Igen, Mr. Reaper már megjegyezte, hogy ő a közelben van. Pár kaját azt rakadtam volna magamnak. Na mindegy, akkor most egy halat fogok. Ja, először meg fel kell vegyem. Na, állj meg! Gyorsabban mész holtam, mint egyébként. Na, gyerünk. Hát ez micsoda. Most van egy csomó ezüstöm már, de azért nahalmi sosem elég. És ilyenkor szokott el lenni csomó ládám olyan cuccra, ami már nem kell, de hát... én már csak ilyen spájzolós vagyok, nem tettek rólam. Oké. Még mindig az a baj, hogy sötét van. Este van is ilyenkor, ha rám startol a Reaper, akkor nagyon nem veszem észre. Nem látom messz, nem látok messzire, szóval mennyi a probléma. De... addig egy kicsit lightosabban elindulok erre felé. Nincs hozzám túl közel szerencsére. Azt hiszem. Most már lehetne világos. A homokcápa is itt röfög mellettem, hogy nyasszi bajt hozza rám. Itt van, ez már a vége ennek a résznek, azt hiszem nagyjából.
Körülbelül itt kezdődik a crash site. Itt van egy jó meredek rész. Látsz egy kis hologramon. Most nem tudom pontosan hány Reaper van itt, de nekem úgy rémlik, hogy körülbelül kettő. Na és most már hajnalodik. Igen. Hát akkor essünk neki. Hozhattam volna magammal még egy palackot. Ez már megvan, a hajtómű megvan. A híd kell még nekem, azt hiszem. És a burkolatot is megtaláltam a gombaerdőben. Az is egy burk, akarom mondani, hajtómű. Ez is hajtómű. Akkor a híd az, ami kell. Már látom az árnyékodat, te kis aljas. A hajóhíd töredék az viszonylag eltér a többitől, mert nem ilyen földbe süppedő. Parancsnoki híd, igen. Meg is van. Oké, okay, akkor most már elég, ha arra fókuszálunk, hogy a ládákat lootolgassam. Van jó pár láda, ez a terület, ez kicsit nagy. E víz. Elég nagy. Na, ez az igazság. Na, a Reaper bácsi. A helyedbe, barátom. Én is nagyon morcos lennék, ha ezt csinálnák velem, de hát... Én nem harabálom másnak a seggét. Ezt kerestem volna, ezt az alakú töredéket, de most már megvan. Na, még ládát kéne keressek, mert van, még be van cella. Egy-két cellát össze lehet szedni itt. Szerencsére a ládákat könnyű észrevenni, mert kicsit világít. Na-na. Ez azt az a tárnyékot, haver? Ja. Elem is van. Királyság. Viszonylag gyorsan tudok manőverezni ezzel a kis szigláiddal, szóval... Amelyik, ha arról van, szóval is tudok bújni előle így az ilyen roncsdarabok alá. Vagy hirtelen kitérni, amikor úgy jön. Erről beszéltem. A szemét. Most szerintem inkább az mentett meg, hogy kitértem előre. Mert nem kiabált, csak egyszer csak így rám startolt, mint az állat, tök gyorsan. És ez az a megmozdulás, ami elég para. Ha ez akkor ér minket, amikor kicsit leállunk, vagy nagyon egy irányba megyünk, akkor bizony meg leszünk csócsálva. Na, itt van egy halomfém hulladék helyen, hogy állok, nincs olyan sok helyem. Most azt nem erőltetem, a fém hulladékot, azt simán tudok enni a jóval egyszerűbb helyeken is találni. Most benn vagyok egészen a hajtómű alatt. Itt még van egy-kettő lehetőségem találni ládát. Aztán... De lehet, hogy azt megtaláltam. Energiacellát még nem találtam, csak egy elemet, úgyhogy nem vagyok annyira vidám. Ez is víz van. Darabkák. Hú, mennyi kukorosz darabka van itt? Mi a fene van veled, hogy nem kiabálsz? Hát ez furcsa. Hát távolról hallom a hangját, de... Nem kiabál, amikor rám támadna itt egy cella. Ez
ez elég... elég para. Több gyorsan megy ez, ami történt. Még egy cella. Na, szerintem van két cellám. Szeretek sokáig a víz fölött lenni, mert nem látom, hogy hol jön. Van két cellám, de még van egy része talán, amit nem néztem át annyira. Ez a kis ferde, hágó és lejtő, vagy mi ez az oldal, ahol fel van szántva az egész. Itt is lehetnek még dobozok. És ez a gerinc, ami itt maradt, ez is néha rejt ládát így a tetején vagy az oldalán. Kőkolosz roncsból rengeteg van itt, szóval ha gyorsan akarunk egy helyen találni jó párat, akkor ide mindenképpen eljöhetünk. Ha fel vagyunk rá készülve, persze. De most ládából így hirtelen nem találok többet. Jó, szerintem megelégszem ezzel a kettő cellával, amit most találtam. Van még is egy halom elemem, amit szereztem, és készítettem is párat, úgyhogy most én ezzel jó leszek. Tudok majd csinálni cellát, ha szükség van rá. Az amúgy sem egy olyan eszveszetten nehéz dolog. Holomban annyi van, mint a szemét. Na, ez is megvolt, akkor néhány cellát és Kyklopsz darabkát sikerült találnom. Kyklopszot már tudok építeni. A négy királyság. Micsoda, mélyedés van itt, ez tök jól néz ki. Ez milyen mély. Mennyi helyen van? Egy. Akkor megiszok egy vizet. Be lehet menni ebbe a barlangrendszerbe itt a tengerfenék alatt, azért egy kicsit lehet kovályogni. Itt pedig csak egy sima mélyedés van. Nem, ez is megy arra. Ez ugyanaz. Zsír. Közben itt pittyeg nekem az e-mail is. Kyklopsz készítés kéne legyen a következő nagy lépés. És van egy mélységmodulom hozzá, ami azt jelenti, hogy elmehetek már viszonylag mélyebb területekre is vele. Itt a lávazóna feletti részre gondolok, és vadászhatom a roncsokat. Néhány nagyobb roncsot még meg kéne találjak. Egy-két fontos modul miatt. Aztán mehetek is végül is majd le a Lost Riverbe szerintem. Ja, nem ide jövök, hanem a bázisomhoz. Az hol van? Hol volt ott a bázisom? Ott van. Lehet, hogy át kéne színezzem ezt a jelet. Nincs helyem. Kell meszedjek korral, de igazából van itt a szomszédból hínár is, korral is, úgyhogy ezeket nem nagyon raktároztam más nagy mértékben. Na, ez itt egész jól ment, azt hiszem. Elrakosgatom, amit találtam. Teszem a titánokat. Ez egy ilyen ledobós láda, mert most jelenleg van minden, ami nem fér be máshová, de főleg a kvarc kristályok vannak itt. Abból ki is veszek négyet, és megcsinálom az átkötő részt a hull felé, én üvegből, mert abból szerettem volna alapból. Építőeszköz... Itt van.
Kérdés, el tudom ezt bontani. Ezt el. Maximum víz tartalék energiának kell már maximum. Ezt nem. Mert a kaspótban. Jaj, melyik kaspó van útban? A manó vigyel. Átköltöztetem a fákat. Milyen ilyeneket csináltam, akkor ez lesz. Most csak így gyorsan átteszem ide, nem tudom még mi lesz a végleges helye igazából. Oda még mindig beférek egy víztisztítóval később. És akkor a gumófát átültetem. Meg a lámpást átültetem. Aztán visszaültethetem később igazából. Lehet azt csinálom, igen. Kezdjük ezzel. Elége ez neki? Nem. Aha, másik kellett volna. Na hát mindegy, majd kinő újra. És akkor ide teszek egy üveges összekötőt. Remélem a bázisom nem fog összeomlani magába. 0,75 az összes. Összes stabilitásom az nem annyira sok. De egy jobban tetszik. Majd lehet, hogy csinálok egy burkolat megerősítést, vagy egy alapot valahova. Alaphoz mi is kell? Víztisztító, áragél, olyat már lehet, hogy tudok majd csinálni. Ilyet is kell csinálnom. Ezt még nem tudok csinálni. Rádiót nem csinálok. Ahogy azt az első részben is említettem. Egy alapot akartam megnézni. Bázis darabok. Hát a megerősítést szoktam favorizálni. De olomból van egy csomó, lehet, hogy inkább olomot használok most. Ennyi olom nekem nem kell semmire. És akkor teszek egy alapot, amire majd lehet, hogy teszek ültetőket, hogy ez szépen világítson. Hova is tegyem mondjuk. Mondjuk így lehetne. Jó, egy kültéri ültetőt teszek ide, és ebbe lesz majd szerintem világítós. Növény. Akkor mégiscsak ültetek. Akkor lesz egy ilyenem is. Vérolajindát is fogok beleültetni. Az kő. Hoppá, ezt. Jó, akkor ez itt szépen kinő nekem és ad egy kis fényt. Még egy kis hangulatvilágítás reflektorokkal is lehetne csinálni, de egyelőre nem kell ezeket. Lehet, hogy átteszem ide. Ahogy ezt pedig innen elbontom akkor. Ne égtelenkedjen ott fölül. És akkor egy ilyet visszateszek készenléti energiának. Ha netán valami valósul le, akkor azért legyen egy kis pót energiám. Na jó. Oké, ez pedig visszaültethetem akár oda. Egyelőre ott marad, most nem akarok ültetgetni többet. Beteszem a... Ebbe nem kell. Hát akkor megeszem. Na nézzük. Kyklops. Kyklops kell.
Mi is vannak a receptje? Plasztacél azt hiszem kell majd. Három plasztacél. Na ja, most kell zománcozott üveget vadásszak. Na jó, akkor azt még megkísérlem ebben a játék, ebben a videóban. Aztán majd meglátszik, mi lesz belőle. Szerintem elviszem a siklót. Miért van nálam ennyi víz még mindig? Szóval szedtem össze, jó, most szedtem össze egy párat. Jó, ebben nincs töltendő elem? Nincs. Akkor zsír. Na, elmegyek és megkísérlem felderíteni a szokásos forrásomat. Stalker fogok után, hogy legyen zománcozott üvegem. Ehhez vissza kell mennem a zátonyhoz, mintha messze lennék tőle. A távolabbi részéhez, ami a másik fele a kezdőterületnek inkább, ott van az a hosszú koralcső. És ott lehet találok majd, ha lesz megint beakadva. Valami nagyon jön a telefonomon. Lehet, hogy le kellett volna némítani. Ez is nyilván könnyebb lenne nappal. Valahol... igen, most már valahol jó helyen járok szerintem. Az egyik lehetőség, hogy csinálunk egy szonár, ilyen radarszobát, szkennerszobát, és azzal próbálunk keresni. Közel van hozzám az a hínáros terület, ahol vannak stalkerek mindig, és azzal akkor ott lehetne keresgélni. A másik lehetőség, hogy hát most így megyünk és keresgélünk, kicsit vakon, az is egy opció. De nem muszáj teljesen vakon mennünk, ugyanis ha elviszik a stalkereknek ezeket a fogakat, valamint a vasat, akkor jó eséllyel cserébe adnak nekünk fogat, ami kicsit furcsán hangzik, de majd beletörik a fogok, és akkor lesz fogunk. A hangját is lehet hallani, amikor ez megtörténik, ha közel vagyunk hozzá. Na, itt egy hínár erdő. Ott van Mr. Stalker. Ja, akkor... itt most ezeket eldobom. Eldobtam. Megy a Stalker bácsi. Ott a foga. Vagy nem? Ja, nem, az nem a foga. Akkor még nincs fogunk. Ja, és az utolsó lehetőség, amit én legutóbb megragadtam, vagy sikerült megragadnom, hogy egy fém hulladékbe volt akadva egy helyen, és oda mindig ment stalker, vagy spawnolt oda a fog folyton. Nem tudom, melyik volt az, ami gyakorlatilag megtörtént, mert nem néztem végig. Szóval nem tartom kizártnak azt, hogy így ezek a fogak random spawnolnak, ahol van... ahol van stalker és fém. Ha itt leszek mellettük, itt úszkálok a roncsok között, illetve hát a fém hulladékok között, akkor előbb-utóbb megint ki kell törni egy fognak. Ezt megint fogom hallani szerintem. Aztán még az sem lenne egy utolsó megoldás, hogy a vonóágyút idehozom, és ahol kattan egyet, ott rántok. Na most mindenfélén kattanhat, ami lebeg, vagy a földön van, vagy a tengerfenéken igazából. De amikor a gazba eldugott dolgokra kattan rá, az nagy eséllyel lehet egy stalker fog igazából. Itt is egy fog.
Helyette is egy fog. Egyébként a PDA-ban, amit a Degassi legénysége hagyott hátra, pont ezt ecseteli Paul, hogy a Margit néni mennyire ügyesen ment el stalker fogakat vadászni ilyen módszerrel, miután rájöttek, hogy a stalkerek a fémre harapnak. Lényegében ezt a tippet tőlük kaptuk. Elég sokat dolgoznak ezek a stalkerek. Nem is tudom, milyen sok foguk lehet. Ott volt egy cserkésző fog. Nagyon beleolvad a gazba. Nehéz megtalálni. És így, hogy van itt egy csomó ilyen roncs, nem is nagyon bántanak engem a stalkerek. Van, ami nem lenne mit harapnunk, akkor engem harapdálnának. Ezt tuti. Mint általában. Ebből a pár roncsból párat én hoztam, szóval megmondtam, szóval hármat hoztam én, és itt is volt néhány így elszórtan. Szerintem most így összekapták azt, ami tőlem jött, és azért van most itt egy rakáson. Azt hiszem most van négy fogam, az két zomázozott üvegre elég. És mondjam, megnézem, hogy nekem mennyi kell, hogy... Három üvekkel, és ahhoz, ha jól tévedek, kettő kell darabonként. Nem, egy. Akkor jó van. Akkor ebből már négy zomázozott üveget tudok csinálni, ami még lehet, hogy elég a lépegetőre is. És ott is egy fog. Hat fog. Szerintem ezzel már jó leszek. Egy darabig biztos. Itt van még egy bónusznak. Szóval elviszem vissza. Elkésztem az ománcozott üvegeket. Szerintem ezekből a fém hulladékokból is elviszek egyet-kettőt, ha már így itt vannak. És indulhat a küklapsz készítés. Na, arra megyünk. Puff neki. Ha már itt vagyok. Néhány ilyen szilikont azért elviszek magammal, mert az a zomázott üveg eszi a sima üveget, ami eszik kettő szilikont, kristályt. Vagy miért nem szilikon, hanem szilícium kristály, elnézést. És ebből is kéne ültessek egyet szerintem. Legyen a közelemben. Hogy most az arongyolok, és akkor szerintem a következő epizódban le is craftolom mindjárt az elején a küklopszot. Berendezem, és gyerünk mélyebb roncsokat felfedezni. Addig is köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, esetleg dobjatok egy lájkot vagy hozzászólást, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Welcome aboard, Captain.